Szerbusztok! Angelika Habpatron vagyok, ez pedig a saját csatornám. Mai videómat egy Karinti Frigyes idézettel szeretném kezdeni. Férfi és nő hogy éltheti meg egymást, hisz mind a kettő mást akar. A férfi nőt, nő férfit. Na most az a jó hírem van nektek, hogy ez szerencsére manapság már nem igaz, és egy évezredes problémát szeretnék feloldani ezzel, ami századok óta tart. Egy perc alatt elmagyarázom nektek, hogyan tudtok ezen tovább lendülni. A legfontosabb dolog, hogy egyszerűen az akarást ki kell venni ebből a témából. A nő ne akarjon férfit, a férfi ne akarjon nőt, hanem egyszerűen csak létezzen. Ugye itt van ez a konnektor, és ebbe, ha beledugod a dugót, ez így van egybe, és akkor így működik a hajszárító. Vagy nem működik, mert van olyan kapcsolat is, ugye, ami nem működik. De enélkül külön-külön semmit nem tudsz csinálni, se a hajszárítóval, se a dugóval, csak ha ezt így összedugod. Akár ez a leukoplaszt a fedele nélkül, vagy a toll a kupak nélkül, hogy ilyen Shakespeare-i magasságokat idézzek. Hogyan tudjátok kivenni ezt az akarást? 1. Képzeljétek el azt, hogy a barátnőtök valójában egy férfi, és hogy elmennétek-e vele szívesen sörözni, vagy csajozni. Ha igen, akkor ő az igen, ha nem, akkor nem igen. Mi az, ami félre szokott vinni egy ilyen nő-férfi viszonyt? Először is a félelem, nem kell félni. Például teljesen szimpla egy szövőnő és egy sofőr viszonya. Az is egy nő-férfi viszony, hiszen a szövőnő megszövi a szőnyeget, a sofőr meg elviszi a boltba. Vagy mondjuk egy ápolónő és egy beteg férfi viszonya a kórházba. Vagy egy még klasszikusabb, a hófejek és a héttörpe. Egy nő és egy sok férfi viszonya. Charlie angyalai, hogy messzebbre ne menjek. Akkor a mosónő, a teknővájó viszonya, vagy mosónő József Attila viszonya. Ezek mind ismert viszonyok, nem kell ezért messzire szaladnunk. Sok gyerekkori traumánk van, amit a szüleinktől kaptuk, és sokszor választunk olyan társat magunknak, mint a lányok, hogy amilyen az apukája, olyat választ, és ha mondjuk neki egy portás volt az apukája, egy éjszakai portás, akkor lehet, hogy egy olyan férjet fog választani, aki nem alszik éjszaka. Vagy mondjuk, ha valakinek az anyukája olyan anyuka volt, hogy nem engedte a többiekkel focizni, akkor a felesége is lehet, hogy nem fogja elengedni a többiekkel sörözni. Ami nagyon fontos, hogyha hirtelen szerelembe esünk, az ember azt gondolja, hogy ez most minden problémáját és minden dolgot meg fog oldani az életében, erre semmiképp ne hagyatkozzatok, mert a saját problémáinkat csak saját magunk tudjuk megoldani, és ne is próbáld megoldani te se a másiknak a problémáit, mert ez egy olyan helyzet, hogy ha sündisznót engedsz a libák közé, akkor ne csodálkozz, hogy szúrni fog a vánkos. A szerelem az ugye egy nagyon nagy, szerelem az egy nagyon nagy átverés, mert egyszerűen a természet arra kényszerít minket, hogy párosodjunk, meg azt higgyük a másikra, hogy valami van. Valójában úgy tekinthetünk rá, mint egy drogra, úgy viselkedik, olyan dolgokat művel velünk, mint akár a cukor, a kokain, ugye az is egyfajta orrcukor végül is, de az a jó hírem, hogy ezzel a droggal az összes többi drogról le tudtok jönni, tehát például, ha mondjuk te egy ilyen játékfüggő vagy, akkor nem fogsz tovább azzal játszani a Friedcroftokkal, hanem a szerelmeddel fogsz játszani mást. De a legjobb, ha összekerültök bárkivel, és semmit ne várjatok el tőle, és ti se csináljatok meg neki semmit, mert így nem eshet semmi bántódásotok. Szóval a legjobb, ha egyedül maradtok. Aztán mi az, ami még segíthet ugye egy ilyen nő-férfi viszony elrontásába? Az a szex. Mert erre semmiképp ne építsetek, mert ugye ez egy ilyen ingoványos tajlaj, mindenki így hazudozik benne, hogy kinek mi merre hány méter, meg szégyellősködnek, azt se tudják, hogy miről van szó. Annyiban mondjuk szerencsés tud lenni, hogyha azonos nemű párod van, mert akkor legalább tudjátok mind a ketten, hogy miről beszéltek.
Én nekem például ezért is van női nőgyógyászom, mert ő tudja, hogy miről van szó. Kérlek, írjatok meg hasonló tippeket, mivel lehet megkönnyíteni ezt a viszonyrendszert. Iratkozzatok fel a csatornára, ha van kedvetek. Hoppá, leesett.